Különleges törvényszék elé állították a katalóniai merényletek mögött álló terrorista sejt 4 életben maradt tagját. Egyikük a bíróságon beismerte, hogy egy sokkal nagyobb szabású támadásra készültek. Szijjártó Péter szerint a kontinens biztonságának garantálása az európai vezetők felelőssége. Ebben az autóban szállítják el annak a terroristának a holttestét, akit hétfőn lőtt le a rendőrség egy Barcelona közeli településen. Most, hogy a rendőrség végzett vele, a spanyolországi kettős terrortámadás ügyében már senki sincs szabadlában. A spanyol hatóságok szerint egy 12 fős terrorista sejt hajtotta végre a merényleteket, közülük 6-an a rendőrökkel való lövöldözésben vesztették életüket, 2-en pedig egy lakásban történt robbanásban. Ez a 4 férfi pedig őrizetben van. Őket óriási biztonsági intézkedések között szállították egy madridi börtönbe, kedd délelőtt pedig bíróság elé álltak. Várhatóan terrorizmussal, gyilkossággal és fegyverbirtoklással vádolják majd őket. Köztük van Driss Ukabir is, akinek útlevelét megtalálták a kis teherautóban. Ő rögtön feladta magát a rendőrségen és azt mondta, ártatlan papírjait a támadásban meghalt öccse lopta el. A katalán fővárosban még mindig sokan gyászolnak. Nagyon megrázott ez az egész, de ez már a múlté. El kell temetnünk a múltat és folytatni kell az életünket. Fontos azonban, hogy a kormánynak nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, mondja ez a barcelonai lakos. A magyar külügyminiszter szerint soha nem volt olyan rossz a biztonsági helyzet Európában, mint most. Ma már a részvétnyilvánítás az elvárható, helyes, de édeskevés. Ma azt mondani, hogy nem hagyjuk, hogy Európában megváltoztassák az életünket, meg ezután a nyár után azt mondani, hogy nem hagyjuk, hogy az európai embereket megfélemlítsék, aki ezt mondja, az teljes mértékben félreérti a valóságot. A miniszter hozzátette, az európai vezetők felelőssége a kontinens biztonságának garantálása, akik pedig erre nem képesek, azoknak nincs helyük az európai vezetők között.